Ó, ciao Karola, jó reggelt, Kolozsvár! Csodajárgány, nézd csak meg! Nem csuktam be jól az ajtót, gondolom. Ez így jó? Igen, hát tökéletes. Emberek megmozdulni benne, szia! És te mi járatban erre? Én próbálok bevergődni a kolozsvári forgalomba, és be kell ugorjak a rádióhoz, ezért aztán gondoltam, hogy jó nyugodtan elvihetnélek téged. Tényleg? Csak lássuk, ez hogy... nagyon tetszik, csak kijutunk-e egyáltalán ebből a körforgalomból. Amúgy neked van könyved? De amióta ismerjük egymást, ezt a kérdést szerintem neked nem tettem fel. Ez a kérdést én szerintem ilyen heti 60-szor megkapom. Nem viccelek, tehát tényleg olyan. Heti 60-szor, hogy hát igen, felteszik ezt, egyébként nem vezetek, hogy így röviden válaszoljak erre. Nem, mert sajnos nem úgy alakult még föltétlenül az életem és az időm se, és igazából soha nem élvezett ez egy prioritást. Uh-huh. Viszont szerintem akkor, amikor felkerültem Kolozsvárra, akkor éreztem először ennek a hiányát. Uh-huh. De amúgy félsz a vezetéstől? Hát az a... Valami ilyen jellegű probléma? Nem volt egyébként. Uh-huh. Nem volt, mindaddig, amíg nagyjából 2 évvel ezelőtt volt egy balesetünk. Uh-huh. És azt hiszem, hogy egy kicsit így nehezebb volt ezt a bizonyos traumát feldolgozni. Igen. Nem volt semmi nagy gond szerencsére, tehát hogy épségben mi megúsztuk, az ott totál kár lett akkor. Egyébként erről nem meséltem még soha senkinek ilyen nagyon nyíltan. Főleg azt hiszem, hogy a rádióban aztán végképp nem volt szó erről. Igen, abszolút nem. Viszont most már úgy érzem, hogy eltelt egy annyi idő, hogy már én is tudok róla beszélni és mesélni. Nem volt egy kellemes élmény, az biztos. Elhiszem. Viszont most úgy érzem, hogy túl vagyok rajta. Uh-huh. És akkor most ismét jöhet az, amikor jöhet, igen. kezdesz te tanulni ahhoz, hogy igen. Nekem nagyjából 2 évvel ezelőtt volt az első, és remélem az utolsó nagyobb koccanásom. De mindenki azzal nyugtatott, hogy akkor vagy igazi sofőr, ha legalább egy koccanásod volt már, amivel szerintem csak nyugtatni akartak, mert biztos, hogy ha jó sofőr vagy, akkor nem feltétlenül történik meg ez veled. De az egyik nagyon jó barátom adott egy nagyon jó tanácsot, azt mondta, hogy ha úgy érzed, hogy nem vagy eléggé figyelmes sofőr, akkor tartsd be a távolságot. Mondtam, hogy amúgy ez a kreszben is benne van. Egyébként meg, ha már rádió fele megyünk. Igen. Az előbb beszéltem Borokával, szegény egész éjjel utazott, most ér vissza Szentgyörgyről. Vegyük fel őt is? Hát ha felvehetjük, akkor én szólok neki, hogy ott a Széchenyi tér körül várjon meg minket, mit szólsz. Jó. Akkor fel is hívom Borokát. Jó, tökéletes. Ó, milyen kis csajos utazás lesz ez. Tényleg igen. Egyébként meg remélem, hogy most felveszi a telefon, mert tehát nagyon ritkán lehet elírni ezt a lányt. Nagyon. De mivel csak segíteni szeretnék neki. Remélem, hogy ezt érzi valahogy a tudatalattiában. És nem veszi fel a telefon. Nem veszi fel a telefon. Itt van! Itt van Boróka. Édes. Szia! Hi! Hello! Szia! És Mizu Édi, egész éjjel utaztál? Egész éjjel. Jó, szegénykém. Az első vonatomat lekéstem. Hogy? Vagyis hát nem lekéstem, hanem nem kaptam rá jegyet, mert hogy én mindig akkor veszek jegyet, amikor kérek az állomásra, csak hogy most nem lehet állójegyet adni. Várjátok, ott van Fodor Tündre! Hát nem hiszem, hogy mekkora csajbuli, hát vegyük már fel! Aha. Ezen hogy kell megnyomni a tudát? Jött moziba. Szuper jó, szuper jó. Hát akkor várjon, de jó. Ja, hogy ezt ki kell nyitni? Most próbáld meg, édes! Jó! Szia! Hát micsoda, egybeesés! Hát jó idő van itt! Ugye? Hát még ilyen se volt, hogy egy autóban üljünk mi négyen. Tényleg, mi biztos, hogy nem ültünk egy helyen se. Arról már beszéltünk korábban, hogy olyan még van, hogy... A stúdióban befelejtjük magunkat. Igen. De így, hogy egy helyen, négyen, hát ez...
Csodálatos. És csak arról a vezet, vagy ti is? Én fogtok. Vezetek szívesen. Vezet szívesen? Oké. Okay. Én is, csak nem tudok. Jó! Azt nagyon értékelni. Igen, azt akkor... én is nagyon szívesen. Nem autót kell vezetni, hanem a világot. Wow! Ez bang. Én roller tudok vezetni. Én saját magam vezetem. Jó. Én saját az magam nem tudom vezetni. Kolozsvár délutáni forgalma. Tényleg amúgy, amikor utaztok, szerettek zenét hallgatni? Ez attól függ, hogy kivel utazom. Na jaj. Mert? Hát mert most nem mindegy, hogy ilyen zenét szeret az illető. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a sofőr preferenciáihoz kell mindig igazodni, hogyha utazunk. Csak hogy nem mindegy, hogy mi a preferenciája a sofőrnek. Ja, én igen, például nekem van olyan barátnőm, akinek ott vannak a CD-k az autójában, és amikor vele utazom, akkor én válogatok a CD-k közül. Milyen már olyan CD-k közül, amiket ő szeret. Tehát, hogy nem fogok olyan zenét tenni, hanem én megpróbálok újra hangulódni, hogy vajon mi az, ami most nekem is rendben van, meg neki is van hozzá kedve. Uh-huh. Tehát, hogy végül is most nem lőhetsz ki saját magaddal, hogy olyan zenét tegyél a sofőrben, nem szeret, meg kitegyél lesz a vége. Hogy milyen irányba. De én próbáltam már. Veszekedés lett a vége. Van egyébként olyan sírós zenétek, amire úgy konkrétan érzitek, hogy ezzel utazni kell és közben sírni? Nekem az a problémám a sírós zenékkel, hogyha egyébként egy olyan hangulatban vagyok, hogy most úgy érzem, elsírom magam, akkor nem fog zenét hallgatni közben. Elmegyek, elvonulok, kibőgöm magam. Akkor dolgod van, sírsz. Hát persze. Most egy tevékenység. Az a legnagyobb problémám ezzel, hogy ha például egy bizonyos ilyen hangulatomban, akkor meghallgatok egy dalt, és attól még jobban sírhatnékom lesz, akkor bárhányszor, bármilyen körülményben meghallom azt a dalt, akkor mindig böketnék emlőszert. Hát ez kinek jó? Én pont így vagyok. Tehát nálam fordítva van a mechanizmus, nem azért hallgatok meg egy dalt, mert sírni akarok, hanem azért sírok, mert meghallottam egy dalt. Ez még édes tud lenni. De édes. Hát, hogy ezt kellett volna megpróbálni, mert állítólag én gyerekkoromban nagyon sokat gyakoroltam a sírást a tükör előtt. Wow! Színére készültél? Hát vagy csak manipulálni. Még mindig nem később. A mester manipulátor. Soha nem később. És ez nem jutott eszembe, látjátok, hogy gyerekkoromban, hogy betegyek egy dalt, amire lehet sírni. Nem kell volna, hogy itt kínlódjak. Tényleg téged például zavar, mint sofőr, hogyha többen utaztok az autóban is, például három ilyen utasod van, akinek be nem áll a szája? Nem, egyáltalán nem zavar, hogyha bírom az illetőket, aha, de általában nem utazom olyanokkal, akiket nem bírok, hogyha én vezetek. Hogyha mással utazom, akkor más a szitó. De amúgy a zenékre visszatérve, én mindenfélét is hallgatok, az az igazság. Tehát ugye elő vannak készítve azért az anyagok. Itt szerintem befogunk. Ja, és jön a mentő is. De nem ide jön. Itt megint valamit feltúrtatok. De csak azért, mert tudták, hogy jövünk. Igen. Tudjátok, mit csináljunk? Mit? Van egy ötletem. Mondd. Nem játszunk egyet, ha már úgyis itt ülünk a forgalomban? De. Fekete fehér, igen? Van egy ilyen játék, amit egyszer láttam az egyik videóban egyébként, az interneten. Az abból állt, hogy egy különböző szavakat mondtak emberek, és akkor csapatokra voltak leosztva azok, akikkel ezt játszották, és akkor minél több ilyen dal címet kellett felhozni. Például azt mondom, hogy... Dal címet, vagy dal szöveget? Címet. Címet? Nehéz. Ez szöveg. Az is nehéz. Érted a csajokon? De hogy van egy játék, ez a szabálya, de ne azzal a szabálya. Találjunk egy másikat. A saját szabályainkat, gyerekek. Hát most na jó, akkor legyen az a szabály, hogy mondok egy szót, és akkor az arrazzal a szóval, vagy az a szó benne kell legyen minél több, vagy dalszövegben, vagy dalcímben. Jó, köszi, kompromisszum. Akkor megkötöttük a kompromisszumot, úgy érzem. Úgy izgulok. Na jó, játszunk. Na jó, akkor az első, ez easy lesz, csak ezt nyomjuk. Jól. Szerelem. Szerelem beindul, nincs megállás. Szerelem. Szerelem. Azt hittem, hogy szerelem, ennyi egyébként az a rúzsavakira, nem? Szerelem. Amúgy nem muszáj énekelni őket, de énekelhetjük is. Szerelem, még mi van szerelem? Hát persze, hogy közben hozzuk meg a szabályokat. Love is in the air. Angolul lehet? Ami azt akartam kérdezni, angolul is lehet? Angolul is lehet. Could you be loved? De azt hittem, hogy megyünk már következő. I love you, baby. You. I love you like you do. Love me like you. Love you like a love song. Selena Gomez. 2007. Igen. Az információ. Hashtag minden nem tudó. Nem biztos, hogy 2007-es van, hogy az elején lexikon. Mondd azt, hogy az, és akkor elhisszük.
Nem találunk valami más. De menjünk. De menjünk. Nem tudja, bajom lenne vele. De várjatok, tehát hogy legyen az, hogy egyből rávág, hogy nem többet akart? Ah, nem tudom. Nem tudom dönteni ilyenkor, csak reggel. Jó, akkor nem komplikáljuk el, a szerelemmel ennyit tudtunk. Megyünk tovább, és azt mondom, hogy... Nem vagy kompetitív egyáltalán, kicsit se. Ki nyert? Ki szerzett pontot ebben a körben? Na jó, fú, megpróbálom összeszedni magam is, titeket is, a játékot. Jól van, na jó. A következő szó... Eső. Ha esik, de esz a nevezet. Es. Cseppeleg az eső. Lefolyik az arcom. Na jó. Igen. Autó. Autó egy szerpentinen. Az egyetlen ötletem. Konkrétan lelőtted. Bucsi! Driving on, valami on a fast car. Living in my car. Get out of my dreams, get into my car. Jó. Drive it like you stole it. Nagyon jó. De abban hol van az autó? Hát azt kell úgy vezetni, mint hogyha elloptad volna. Igen. Nap. Száné. Süt a nap, nehogy szomorú légy. Jó, tényleg. Ez lehetne százszor is. Az élet napos oldala, az egy szlogen, és nem is dal, de mindegy. Nagyon izgalmas lehet, hogy játszani, imádom. De ha már itt ülünk a forgalom, akkor ezzel ütjük el az időt. Mert más, mi az, amivel még elütitek egyébként az időt? Ja, egy időben egyébként nagyon sokat játszottunk egy ismerősömmel, ilyen Mr. X-et. Hogy ki kellett találni valakit, egy létező vagy nem létező karaktert, és akkor a többiek fel kellett tegyenek kérdéseket, és rá kellett jöjjenek, hogy ki lehet az a Mr. X, hogy mit tudom én, élő, vagy fikcionális, elképzelt karakter. Barkóba, nem? Na, olyasmi barkóba. Csak nem tárgyakkal, vagy minden állam, csak személyekkel. Én egyébként azt szoktam csinálni, hogy nézem a rendszámtáblákat, és megpróbálok értelmes szavakat összerakni. Hát itt az előttünk lévőből sok sikert. Én nem is szavakat próbálok, mert én is csinálom azt a játékot egyébként, hanem inkább megpróbálom mondjuk a nevét kitalálni a rendszámtáblából. Mondjuk ez a WXZ, hát ez egy titokzatos valaki. Ez egy nagyon titokzatos valaki lehet. Épp a számát nem mondjuk el, mert GDPR. Vagy lehet, ki tudja. Hallgat. És az, hogy milyen autóban ül. Milyen színű. Feketében. Elmondtam. Jelezzél! Az az irányjelző, az úgy nagyjából vajon miért fáj az embereknek elhúzni ezt így jobbra-balra? Ugye akkor is beszéltek amúgy, amikor egyedül vezettek? Igen. Ja, igen. Káromkodtok is? Na jó, valós, hivatalosan nem. Igen, tehát off the record nagyon. Hogy nem. De amúgy ilyenkor nem segít például az, hogyha a rádióban hallottuk egy jó infót. Én például minden zenében de van, és amúgy. Annyi, hogy én olyankor nem elkerülöm, hanem keresem a rendőrt. Csak ideig, csak bocsánat. Csak itt kötöttünk ki valahogy. Oké. Okay. Igen. Ő sem jelez. Na látjátok? Tünde, hogyha megtanulsz vezetni Kolozsváron, igen, erre számíts. Vannak ilyen életveszélyes sofőrök, akik nem tudják, hogy egyébként, hogyha sávot váltanak, vagy bármilyen irányban elfordul az autó, amit vezetnek, azt jelezni kell, mert hogy mások nem fogják megálmodni. És ezért hívjuk az irányváltót irányváltónak. Így van. Így van. Köszönjük. Köszönjük arról, hogy a zenétről beszéltük bármikor. Amúgy, és arról, hogy szerettek-e zenét hallgatni autóban. De van egy nóta, amit én kifejezetten szeretek autóban hallgatni. Melyik a nóta? Van a Das Funk. Ja, igen. És mi a címe a dalnak? Én tudom. Jó úton jársz? Igen! Az milyen jó lenne. Ez meg jó úton jársz. Mennyi az esélye, hogy bekapcsoljuk a rádiót, és az megy?